Két nap alatt három lengyel bolt robbant fel Hollandiában. A legutóbbi az Amsterdamtól 30 kilométerre fekvő Beverwijk városát rázta meg. A hajnalban történt robbanás során senki nem sérült meg, de az üzlet szinte teljesen megsemmisült. Egy nappal korábban két másik bolt is lángba borult. Bárcsak tudnám, mi történt. Remélem, a rendőrök mi hamarabb elkapják az elkövetőket. Másra nem is tudok gondolni, csak hogy minél gyorsabban találják meg őket. Tegnap kezdődött, ma meg ez. Még rosszabb, mint a tegnapi, mondta az egyik megtámadott bolt tulajdonosa. A holland rendőrség vizsgálja, hogy a robbanások között van-e kapcsolat. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a boltokat Bidronkának hívják, ugyanezen a néven működik Lengyelországban is egy élelmiszerboltlánc, de a holland üzletek nem tartoznak a hálózathoz.